A rendkívüli helyzettel kapcsolatban Fejsztámár Róbert, magyar kanizsai polgármestert kérdezem. Jó napot kívánok, polgármester úr! Az lenne az első kérdésem, hogy hogyan tudja végezni az önkormányzat ebben a helyzetben a munkáját jelenleg? Természetesen mindent az előírásoknak megfelelően igyekszünk csinálni. Egyrésztől a több mint 50 alkalmazottunkból 29 már nem dolgozik az önkormányzat épületén belül. Ők otthonról végzik a munkájukat, tehát távmunkában, hiszen ők azok, akiknek vagy 12 évnél fiatalabb gyermekük van otthon, vagy pedig 60 évnél idősebbek. Az önkormányzatban egyébként ügyfélfogadás nincs, salterrendszer nem működik, csak telefonon és e-mailen keresztül lehet bármilyen kérdést feltenni, vagy ügyet elkezdeni intézni, és utána majd az illetékesek válaszolnak telefonon vagy e-mailen, hogy hogyan és milyen formában lehet ezt az ügyintézést megvalósítani. Ha pedig valaki be kell, hogy jöjjön az önkormányzat épületébe, akkor természetesen már a bejáratnál át kell, hogy essen azokon az egészségügyi előírásokon, amit a kormány előírt. Tehát ügyelet és munkavégzés az önkormányzat épületében is zajlik, de a munkásainknak a fő nagyobb része az otthonról végzi ezt a munkát. Természetesen, mivel a helyzet úgy kívánja meg, ezért egyrésztől ők munkaidőben állandóan elérhetőek kell, hogy legyenek telefonon és e-mailen keresztül, másrésztől pedig, hogyha lesz olyan munkavégzés, ami miatt be kell, hogy jöjjenek az önkormányzat épületébe, akkor természetesen ezt a munkát is el fogják végezni, és bejönnek majd az épületbe. Jelenleg milyen az ellátás a község területén? Úgy gondolok itt a gyógyszerekre és az élelmiszerre is. Én úgy gondolom, hogy nem különbözünk túl sok mindenben a többi önkormányzattól vagy községtől. Sajnos a mi községünk területén is a polgárok közti, hirtelen pánik hangulat egy kicsit eluralkodott, így mindig, amikor érkezik új áru, akkor már reggel általában a fő élelmiszer, alapélelmiszeri dolgokat és tisztálkodó szereket általában megvásárolják. Természetesen az önkiszolgálók, a gyógyszertárak, a pékek folyamatosan próbálják ezt pótolni, de akkora mennyiségben vásárolnak a polgáraink, hogy egyszerűen vannak olyan pillanatok, amikor üresek a polcok, vagy éppen nem lehet valamit kapni. Én még egyszer felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy maga az a helyzet, ami most kialakult, az nem vonatkozik az ellátásra. Tehát továbbra is mindenből lesz elég, természetesen csak akkor lesz mindenből elég, hogyha a polgárok tudatosan vásárolnak. Nincs azzal semmi gond, hogy valaki 2-3 napra előre gondolkodik. Sőt, az idősek tekintetében szeretnénk is, hogyha 2-3 nappal előre gondolkodna mindenki, hiszen borzasztóan nehéz lesz őket ellátni napi szinten. De az, hogy valaki hónapokra előre bevásárol, annak egyrésztől semmi értelme nincs, másrésztől pedig megakadályozza azoknak a mindennapi életét és ritmusát, akik szintén szeretnének bizonyos dolgokat vásárolni, akár a gyógyszertárba, akár pedig az önkiszolgálókba. Hogyan tudnak most segíteni önkormányzati szinten az időseknek, akik a kijárási tilalom alatt vannak jelenleg? Az idősekkel való foglalkozás még a legelején, tehát már hétfőtől kezdve elkezdett szerveződni, hiszen attól függetlenül, hogy ezt két mondattal el lehetne intézni, ez egy hatalmas háttérmunkát igényel, hiszen a községünk területén több mint 5000 olyan személy van, aki 65 évnél idősebb, ezt nem lehet egyik napra a másikra megoldani és rendszerbe szervezni. Szerencsére nagyon szakmailag és tudásilag felkészült szakembereink vannak, mind a Vöröskereszt, mind a Szociális Központ és az önkormányzat részéről is, és így ők majdnem 48 óra alatt összetudták rakni a teljes 13 települést felölelő teljes ellátórendszert. Az aktivisták és az önkéntesek szerencsére nagyon nagy számban jelentkeznek, hiszen szükségünk is van rá, nem csak itt Kanizsán, hanem a 13 településen is, hiszen sokkal egyszerűbb megoldani azt, hogyha valakit helyszinten tudunk felkérni ezekre a munkákra, mint hogy a központból megy. Egyébként felhívnám itt is a figyelmet arra, hogy
csak a Vöröskereszt által regisztrált, bejelentett emberekkel álljanak szóba és lépjenek kapcsolatba, hiszen külön elbírálási módba esnek azok, akik a pénzügyekkel foglalkoznak, külön elbírálási módba esnek azok, akik a gyógyszerekkel foglalkoznak, és külön elbírálási módba esnek azok, akik az élelmiszerrel foglalkoznak, és ezek az emberek nem keverednek egymással, mármint az önkéntesek nem keverednek egymással, úgyhogy nagyon fontos, hogy a központi számokat, amiket mi megadtunk a honlapokon, Facebook oldalakon, most készülnek a röplapok, minden háztartásba el fogjuk juttatni két nyelven a röplapokat, a legfontosabb telefonszámokkal, a legfontosabb tudnivalókkal. Kérek mindenkit, hogy olvassa el figyelmesen, és használja ezeket a telefonszámokat. Mert csak úgy tudunk jól működni, hogyha szervezetten és központosítva végezzük ezt a munkát, nem adhok jelleggel, nem úgy, ahogy valaki elgondolja éppen helyi szinten vagy otthonról, hanem úgy, hogy a szociális központ és a Vöröskereszt koordinálásával mindent lekövethetően csinálunk, így tudjuk leghatékonyabban elvégezni a munkánkat. A hétfői sajtótájékoztatón tovább elhangzott, hogy a migránsokat 48 órán belül eltüntetik a község területéről. Ez hogy áll jelenleg? A migránsokat 48 órán belül el is tüntették a község területéről, csak az volt a probléma, hogy a kikindai és a szabadkai befogadó állomásoktól elkezdtek visszafelé szivárogni, hogy így mondjam, a migránsok, mert hogy azok a befogadó állomások egyrésztől négyszeresen, ötszörösen túlterítődtek, másrésztől pedig nem oldották meg a megfelelő őrzését ezeknek a befogadó állomásoknak. Én újra ígéretet kaptam arra, hogy ezt a migráns kérdést továbbra is, mint ahogy tegnap este megoldották ezt tovább, továbbra is megoldás alatt lesz, és igyekeznek megoldani minden egyes ehhez a témához felmerülő problémát és gondot. Én bízom a rendőrség és a katonaság hozzáértésében is abban, hogy ezt az állami szervek valóban kontroll alatt tudják tartani. Másrészt pedig folyamatosan most már azt követeljük, hogy azok a helyek, ahol a migránsok eddig voltak, az erdők, az elhagyatott épületek, azokat minél előbb kezdjék meg fertőtleníteni és biztosítani ott is, úgymond a teljes biztonságot, közegészségügyi biztonságot. Ez természetesen nem a rendőrséghez és a katonasághoz, hanem a közegészségügyhöz tartozik, tehát ez már egy másik cím, hogy így mondjam, de ettől függetlenül ami folyamatban van és a migránsokhoz kötődik, azt egyrészt az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri, másrészt pedig folyamatosan követeli az újabb és újabb akciókat, hogy a polgárok továbbra is úgy érezzék, hogy a migráns helyzetet is ahogy csak lehet igyekszünk kezelni, természetesen együttműködve és összefogva az állami szervekkel, de ebben az esetben mi mindenféleképpen a polgárok mellett és a polgárok oldalán állunk, úgyhogy néha majd olyan mondatokat és olyan közleményeket is megfogalmazunk, ami nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de egyszerűen a fő cél az, hogy mindenki egészségben, épségben túl vészelje és túl élje azt az időszakot, amiben most vagyunk és ami előttünk van.